December 3-án rendezték meg a 25. Mikulás kupát Kistarcsán a Városi Tanúszodában. A résztvevők 6 korosztályban és 5 versenyszámban adhattak számot tudásukról. A megközelítőleg 200 fős mezőny több mint 500 fős szurkolótábor biztatta a medence széléről. Ez a jubileumi 25. Mikulás kupa, én nekem az 5. rendezésem, de Kistarcsai úszoda történetében ez a 25. A legkisebbek az 5-6 évesek reggel 9 órakor kezdenek, ez hagyomány, és ők a 9 évesek, bocsánat, az 5 évesek hát és gyorsúszásban úsznak, a 10 éve, a 6 évesek ők már mellúszásban is, és ebben a korosztályban szülő-gyermek váltó van, ami nagyon, nagyon népszerű, mert együtt lehet a család ebben is. A következő korosztály idén a 2008-9-es születésűek, ott bejön minden korosztályban a mellúszás, és ott már nem szülő-gyermekváltó van, hanem 4-1 iskolából vagy egy egyesületből lévő fiú vagy lány együtt gyorsúszóváltót úszik. A legnagyobbaknál, a 2006-os heteseknél pedig már 50 métert úsznak, illetve 100 méter vegyes úszás, ugye miután 25-ös a medencénk, így lehet 100 méter a vegyes úszás, és ahogy mondtam, a váltó az pedig vegyes váltó. Ők fél egykor fognak kezdeni, és fél háromig tart a verseny körülbelül, akkor van az eredményhirdetés. A kisversenyzők a környező agglomerációs településekről érkeztek, úgy mint Nagytarcsa, Kerepes, Gödöllő, Pécel, Veresegyház, Szada, Csömör, Maglód, de képviseltette magát Aszót, Szentendre és Budapest is. Természetesen a legtöbb résztvevőt a házigazda Kistarcsa delegálta. 180-200 között van a versenyzők létszáma, és a közönség az mindig a szülőkből, nagyszülőkből adódik, tehát minden gyerekkel egy-két szülő, föl lehet szorozni, hogy körülbelül egy ilyen 500 főt megmozgató rendezvény ez. A legfőbb támogatónk, mint minden évben, a Kistarcsa város önkormányzata, aki biztosítja az anyagi feltételeket az ajándék pólókra, az ajándék Mikulás csomagokra. Ezen kívül több nagy cég és vállalkozó segít minden év, mint minden évben most is segít a megrendezésbe, az ajándékokba, és a anyagi hozzájárulásával a ajándékok megvételéhez. Az érmeket és díjakat Szemán Gergely, Kistarcsaváros humánpolitikai bizottságának tagja adta át a gyerekeknek. Hála Istennek azt mondhatjuk, hogy az úszoda maximális kihasználtsággal működik, ugyanis a hétköznapok során is 110%-os a kihasználtság. Nem csak a helyi és a környékbeli iskolák használják tanóra keretén belül, hanem itt úszás oktatások, úszóedzések, illetve vízilabda és triatlon edzések is zajlanak, és ennek okán fontosnak tartjuk, hogy a jövőben minél jobban igénybe vehessük a fejlesztési lehetőségeket. A hétköznapi úszásoktatások és úszóedzések eredményeként ugye a Mikulás kupán, Nyuszi kupán a versenyeken megmérettethetik magukat a gyerekek, valamint vízilabda tornákat is szervezünk. A Kistarcsai Városi Tanúszoda soron következő sporteseménye a december 17-én szombaton megrendezésre kerülő amatőr vízilabdatorna lesz, melyre még várják a jelentkezőket.